Nem megszokott hazánkban, hogy egy nyírbátor méretű település bérlakás programba kezd, közölte a polgármester. Máté Antal hozzátette, a rendszerváltás idején lényegesen nagyobb volt a bérlakás állomány Magyarországon. Az önkormányzatok azonban akkoriban értékesítették a bérlakásaikat, hogy forráshoz jussanak. Ennek köszönhetően nem csak a kis, hanem a nagyvárosokban is lecsökkent az ilyen épületek száma. Nyírbátorban az elmúlt években azonban újra megnőtt az igény a bérlakások iránt. Erre évek óta próbál reagálni a városvezetés. Elsősorban, ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy munkavállalóknak épül. Tehát az elmúlt évek ipari beruházásainak köszönhetően ma már nagyon-nagyon sok településről járnak Nyírbátorban dolgozni az emberek. Alapvetően két célközönség van. Az egyik klasszikusan a Nyírbátorban élő fiatalok, akik úgy döntenek, hogy elhiszik és el akarják kezdeni az életüket ott a településen. Van ehhez megfelelő munkahely, megfelelő életkörülmények. De nyilvánvalóan az országos kormányprogram, a különböző támogatások, lakásvásárlás és lakásépítési támogatások nem mindenki számára érhetőek el, és mi nagyon szeretnénk, hogy mindenki, aki látja a jövőjét, a boldogulását a településen, az a lakáshelyzetét is meg tudja oldani, és ebben ezek az új bérlakások, ezek az épülő bérlakások egy plusz lehetőséget, egy új lehetőséget biztosítanának. 3 évvel ezelőtt sikerült meghozni azt a döntést, hogy a Szénaréti tó melletti területen építik majd fel a bérlakásokat. Ez egy új lakórész lesz a városban, ahol más lakások is épülhetnek majd a jövőben. A bérlakás program első üteme nyáron kezdődik. Ez alapján jövő év őszére 70 önkormányzati lakás épül meg Nyírbátorban. A városvezetés azt szeretné, ha saját tulajdonú ingatlanok is épülnének a jövőben a bérlakások mellett, akár sor vagy kertes családi házak is. A település ebben az évben 7,5 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik. A település stabilitását jelzi, hogy kiegészítő állami támogatás nélkül működik a város. Nyírbátor az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően szerencsére jutott odáig, hogy ma már saját bevételekből, saját beruházásokból is befektethet a jövőbe. Tehát nem csak és kizárólagosan Európai Uniós forrásokból vagy központi kormányzati támogatásokból, hanem saját bevételeiből is tud olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami mondjuk pályázatból nem valósítható meg, de ugyanakkor ahhoz, hogy egy komplex városfejlesztés jöjjön létre, ahhoz mindenképpen források szükségesek, például ez a bérlakás is ilyen, hiszen ehhez se pályázat, se uniós forrás nem érhető el. És ezért is rendkívül fontos, hogy a mi költségvetésünk, ami nagyságrendileg 7,5 milliárd, de az a város méretéhez képest egyébként kifejezetten magas, ennek több mint a fele fejlesztési, beruházási tételeket jelent, tehát 3 milliárdos működés mellett nagyjából 4-4,5 milliárdos beruházást valósítunk meg ebben az évben, de nyilvánvalóan ennek rengeteg olyan háttere van, például 1 milliárd csak az ipari park fejlesztés ebből a költségvetési tételből, ami, ahogy a beszélgetés elején is zajlott vagy hallatszott, ez igazából a jövőre előremutató beruházások annak érdekében, hogy 5-10 év múlva is meglegyenek azok a fejlesztési lehetőségek, ami a város jövőjét megalapozza. Máté Antal azt is hozzátette, az önkormányzat által kialakított terület 6-700 lakás vagy ház kialakítására elég, 10 év alatt pedig be is telhet az új lakórész.